spórolás az onkológián létezik-e, vagy sem, erről fogunk beszélgetni. Itt van velünk már a stúdióban Kalotai Gábor, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, talán, és üdvözlöm a nézőket. Talán egy kicsit mondjuk el a nézőknek, bár már volt a délelőtt vendége korábban, kikből áll a Gyógyulj Velünk Egyesület, kiknek segítenek? Sajnos onkológiai betegek az egyesület tagjai, de pozitívumként el kell mondanom, hogy az azt jelenti, hogy élünk. Tehát túl vagyunk a betegségen, valamennyien legalábbis tünetmenteseként érezzük most magunkat, igyekszünk a szabadidőnket együtt tölteni, kihasználni, színházba járunk, kirándulunk. Milyen programokat szoktak szervezni, vagy hogyan segítik a betegeket a gyógyulásban, vagy a tünetmentes életben? Hát minden olyan elfoglaltság, ami nem a betegségünkre koncentrál, az gyógyít. Az gyógyít. Gyógyít a nevetés, gyógyít az együttlét, gyógyít egy kirándulás, gyógyít egy múzeumlátogatás. Tehát minden olyan lehetőséget kihasználunk, hogy a betegtársainkkal együtt lehessünk. Az egyik irányból. A másik irányból pedig szakmai kérdésekről tartunk havonta egyszer egy előadást a László Kórháznak a Tűzmadárházában, ahol rendszeresen valamilyen témában az orvos, a nővér, a szakember segíti a gyógyulásunkat, és ez nagyon fontos. Mennyi tagja van most az egyesületnek, vagy kik azok, akik rendszeresen részt vesznek mondjuk ezeken az előadásokon? Hát azt mondom, hogy Székesfehérvártól Szolnokig mindenki, akinek kedve van velünk együtt járni, velünk együtt jönni, menni, az szeretettel látjuk, megközelítőleg 300 tagunk van, és ebből olyan 70-80, aki aktív, aki jön, megy, nyüzsög, és jól érzi magát, és ez a fontos. Vidéken is szoktak programokat szervezni, vagy vannak vidéki tagszervezeteik? Hát nincsen. Ez az egyik legnagyobb fájdalmuk, hogy tagszervezeteket nem tudunk építeni. Általában ezek a szervezetek mindig egy-egy kórház központjára épülnek rá, és mivel László Kórházban Bodoki főorvos úr betegei voltunk nagy részt, tehát az ő betegeiként vagyunk ebben az egyesületben, de nyitottak vagyunk bárki irányába, és Szolnokról van egy nagyobb csoportunk, akikkel együtt közösen dolgozunk. A többiek Szórvány, tehát 4-5 egy-egy városból. Térjünk rá egy kicsit a komolyabb témára, ez pedig a spórolás, mert hogy az elmúlt héten egy közleményt is kiadtak, amiből én most idéznék, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a szakorvosok terápiaválasztási szabadságát korlátozza önök szerint. Azt mondják, hogy nem lehet másként értékelni ezeket a terveket, mint hogy az állam a rákbetegeken akar spórolni. Mit jelent ez? Mit jelent ez a spórolás? Mi ez a korlátozás? Nagyon nagy fájdalmunk van. Nagyon nagy fájdalmunk van, mert ugyan ígéretet kaptunk az államtitkár úrtól, hogy a már meglévő terápiákon nem változtatnak. Na de honnan tudjuk azt, hogy holnap után, uram, bocsánat, melyik képviselő úr lesz beteg? És akkor hogyan választja meg az orvos, hogyha azt mondjuk neki, hogy azonos hatóanyag az gyógyít? Igen ám, de ha belegondolnak, azonos beteg sincs. Tehát minden esetben az orvosnak a szakértelme lenne fontos, amelyik megállapítsa azt, hogy melyik gyógyszerre van szükség, arról nem beszélve, hogy ezek a terápiáknak egy része mellékhatással jár. És ezek a mellékhatások azok, amik izgalmasak lehetnek. Nézzük meg akkor az eddigi gyakorlatot. Hogyan működött ez? Egy betegnek volt joga mondjuk két gyógyszer között választani? Hát persze, hogy volt. Arról nem beszélve, hogy előfordult az is, hogy az orvos kipróbálta, és azt mondta, hogy hopp, itt olyan mellékhatás van, ami önnél, nálad nem szerencsés.
nem szerencsés, nem kell. Tehát valószínű, hogy a szervezet másképpen reagál, hiszen nem vagyunk egyformák. Ha kimegyünk a piacra és megnézzük, 70 féle alma van, de nem biztos, hogy a legolcsóbb alma a legjobb. Milyen súlyosak lehetnek ezek a mellékhatások, vagy miért dönt egy orvos úgy, hogy inkább akkor alkalmazza talán a drágább gyógyszert? Hát nem is biztos, hogy drágább. Nem is biztos, hogy drágább. Csak más gyártó gyártja, más hordozóanyaggal kerül be a szervezetbe, és a szervezet másképpen reagál. Tehát könnyen előfordulhat, hogy az egyiknél egy hányás jelentkezik, a másik gyógyszer pedig anélkül, hogy az ember észrevenné, lehet, hogy kisebb fájdalmakat okoz, de messze nem olyan, mint hogyha minden étkezés után rohannom kell, és amit megettem, azt viszont látom. Tehát a mellékhatás az, ami izgalmas, és ebből adódik, arról nem beszélve, hogy hát az orvos maga ismeri azt a protokollt, ami alapján gyógyít, ami alapján ő tudja az azonos betegségekből kiszűrni azt, hogy neked erre a gyógyszerre van szükséged, a másiknak pedig a másik gyógyszerre van szüksége. Arról nem beszélve, hogy egymást követő gyógyszerek is vannak. Tehát van olyan gyógyszer, aminek a hatását a következő gyógyszer felerősíti, vagy urambocsá, és ezt nem tudjuk, hiszen ez a legnagyobb baj, hogy ezt megint úgy vezettük be, ezt a hirtelen változást, hogy semmiféle próba nincsen. Hát ezelőtt egy fél évvel nagy örömmel újságoltuk, hogy 16-18 újabb gyógyszer van, amit befogad az OEP, és hogy milyen gyönyörű dolog ez, hogy a betegeknek a kedvére jár. Eddig akkor a betegek kedvére jártak, most miben változott ez, mi ez a tervezet, ami most megvalósulni látszik? Itt hogyan kezelik a betegeket? Hát azt, hogy az orvosok hogy fogják kezelni, még nem tudom. A gyógyszerválasztásban ez hogyan alakul? Igen, de az egészen biztos, hogyha egy íróasztal mellett a beteg és az orvos megkérdezése nélkül döntünk valamiben, az nem biztos, hogy szerencsés. Lehet, hogy nagy tudással rendelkezik az, aki ezt eldönti, de nem biztos, hogy gyakorlata van. És arról nem beszélve, hogy milyen empátia ismerettel rendelkezik, semmivel, hiszen az íróasztaltól ő nem tudja, hogy engem fognak azzal a gyógyszerrel kezelni, vagy a mellettem ülő beteget, akinek lehet, hogy olyan egyéb szervi bajai vannak, amire nem szabad alkalmazni, mert meg fog halni. Tehát ezt csak az orvos tudja eldönteni pontosan, hogy az a gyógyszer alkalmas, vagy nem alkalmas. Lehet, hogy olcsóbb, de ez nem jelenti azt, hogy a gyógyulásához vezető úton ez szerencsés lesz. Miért értékelik ezt spórolásnak? Miért mondják azt, hogy az állam a rákbetegeken akar spórolni? Félünk. Megmondom őszintén, félünk, mert az a lehetőség, amit megkaptunk, mint ahogy az előbb említettem már, ez így elvész egyszer. Másodszor nem tudjuk, hogy az olcsóbb gyógyszereknek milyen mellékhatásai vannak még. Még egyszer mondom, nem ismerjük azt a palettát, amiből akar választani most az íróasztal mellett ülő igen nagy tudású szakember, mert biztos vagyok benne, hogy nagy tudású, de nagy felelősséget vállal magára. Mert ezzel lehet, hogy nyer az ország x milliárd forintot, de elveszíti azoknak a betegeknek a jó indulatát, és azoknak a betegeknek az életkedvét, akik ezektől a gyógyszerektől rosszabbul lesznek, urambocsán, meg fognak halni. Mert valljuk meg őszintén, nálunk sajnos ez természetes, hogy egy idő után a gyógyszerek, ha nem hatnak, akkor bizony el kell búcsúzzunk egymástól. Én szívből kívánom, hogy meghallgatásra találjanak ezek a szavak, de talán zárjuk ezt a beszélgetést egy kicsit talán vidámabb témával, hogy milyen programokkal készülnek még itt az őszi időszakban a Gyógyulj Velünk Egyesületnél. Hát most két nagy akciónk van, a
prosztatás betegekkel van most egy folyamatban lévő akciósorozatunk, ahol megtanítjuk őket különböző tornával a gyógyulást elősegíteni, illetve megkeressük azokat a kezelés alatt lévő betegei társainkat, akik még ugyan nem gyógyultak meg, de reméljük, hogy a gyógyulás útján járnak. Mindenképpen mozgást tervezünk, egy Margit-szigeti sétát, ahol nagypapa, unoka, vagy szülő, unoka, szülő, gyerek sétálnának a Margit-szigeten, mert minden mozgás a rákbetegségeknek egy gyógyító hatása lehet, és főleg a prosztatás betegeknek, és azért mondom, mert most pillanatnyilag ebbe ez az akciónk van, mindenképpen szeretnénk, hogy minél többet mozogjunk, mert sajnos az a legnagyobb baj, hogy a rohanó világunkban a lelkünk tovább pörög, viszont testileg nem figyelünk arra, hogy a mozgás, és mindenképpen a mozgás legyen a fő cél. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy itt volt velünk, és további jó munkát kívánunk itt a közös gyógyulásban. Én megköszönöm a lehetőséget, és várom nagy szeretettel mindazon betegtársunkat, akinek kedve, ereje, ideje van, jöjjön, mozogjon velünk együtt. Nagyon nyitottak vagyunk mindenki irányában. Köszönöm még egyszer a lehetőséget.